ebből is megérthetjük azt, hogy teljesen mindegy, hogy milyen hókusz-pókuszokat akarunk művelni az életünkbe. Nemrég kaptam egy levelet, az illető azt mondta, hogy ne becsméreljek semmilyen más vallást, minden út egy Istenhez vezet, mindannyian ugyanabban hiszünk. Sajnálattal kell közölnöm az Isten beszédapján, hogy ez nem igaz, ez egy szemen szedett hazugság, ugyanis Istenhez nem lehet, Istennel nem lehet kapcsolatba kerülni csak úgy, ahogy mi elképzeljük. Kitalálunk egy vallási teológiát, és beetetünk vele milliókat, és elhitetjük velük, hogy azon keresztül járható az út az Istenhez, mert minden út Rómába vezet, a hegyen épített utak mind a csúcsra vezetnek. Ez egy ördögi okult teológiából fakadó magyarázat, egy hitet, és ez nem igaz. Istennel kizárólag csak úgy lehet kapcsolatba lépni, ahogy ő ahhoz lefektette a kritériumokat, és az elvárásokat, és az ő tanácsait. Tehát nem mehetünk az Isten elé tolvajként, szexmániákusan, többszörösen elválva, és drogfüggőként, nem mehetünk a hamis teológiák híveként az Istenhez, hogy meghallgatást nyerjünk nála alkalmatos időben való segítségnyújtás gyanánt. Nem mehetünk az Isten elé, ha az előtte való napokban leköpködtük és elmondtuk mindenféle szemétládának az embertársunkat, aki ugyanúgy Istenről beszélt, mint mi, csak mi nem fogadtuk el az ő téziseit. Tehát vagy veszekedésben vagyunk, vagy valamelyik férj megverte a feleségét, vagy fasírban van vele, becsapja önmagát és hazudik önmagának is, és mindenki másnak, ha azt hiszi, hogy ezek után még Isten elé állhat úgy, hogy Isten elfogadja az ő hálaadó szavait és az ő dicséreteit. Tehát nem lehet Istenhez csak úgy közeledni, ahogy mi kitaláljuk emberileg, hanem azt az ő által a kijelölt vonalon és eszközökkel lehet megteremteni kizárólag. Ezért például Isten sem kommunikál az emberrel össze-vissza, logikátlanul, ahogy látni sok-sok filmben, meg rengeteg bizonságot hallani különféle gyülekezetekben. Nemrég láttam egy filmet, valaki küldte, hogy egy fiatal asszony van a filmre felvéve, mellettől a férje, és egy többtagú vizsgálóbizottság hallgatja az ő beszámolóját, hogy ő a mennybe járt, és érdekes módon találkozott Istennel és Jézus Krisztussal, de ugyanakkor a pokolba is járt, és minden egyéb hasonló, tehát olyan bibliai képeket használva, vagy olyan képeket használva ebben a látomásában, vagy nem is tudom, minek lehet nevezni, amit ő se tudott megmagyarázni, mi volt tulajdonképpen, de csak mondta szegény fiatal asszony, hogy látott egy szökőkutat, és a vér fröcskölt belőle, és hogy az volt a szenteknek a vére. Tehát ezek a jelképek nincsenek a Bibliában benne, ez a szegény asszony, ez vagy előre megírták neki a szöveget, hogy behetessék a több ezer fős gyülekezetet ezzel a hamis bizonságtevéssel, vagy ő maga egész egyszerűen a fantáziájának a rabjaként hamisan profétált, és hamisan tanúskodott, hamis tanúbizonságot tett. Tehát és hogy az Isten beszélt rajta keresztül, ez mind hazugság, tehát Isten nem kommunikál így az emberrel. Ezért nagyon fontos nagyon mélyre ásni a Bibliában az életünk során, amennyire csak lehetséges, és minél mélyebb értelemre jutni az Isten beszéde által, hogy megismerjük az ő gondolkodásmódját, az ő logikáját, és azt, hogy bizonyos szituációk mit váltanak ki tőle. Tehát mik azok az emberi cselekedetek, amelyek haragra ingelnik az Isten? Mik azok a cselekedetek, amelyek különösen nagy védelmet és természet fölötti megnyilvánulásokat vonnak ki az Istentől? Tehát ha ezeket megismerjük, és ezen keresztül megismerjük az Istent, fogjuk tudni használni az Isten beszédét, hogy mikor mit cselekedjünk, milyen pillanatban mit kell tennünk az Isten beszéde alapján, hogy későbbiekben ezt gyakorolva az Isten ki tudja a Szent Lelkét árasztani ránk,
és a Szentlélek megérintve bennünket utasításokat tudjon adni bizonyos szituációkból, tehát nehézségből való kiúgyanánt, vagy veszedelem következ, tehát a közelgő veszedelem elől való lehetséges menekülésről. Ugyan látja, hogy az apostolok cselekedete tel is tele van ezekkel a történetekkel, hogy ezek az emberek hittek Istenben, valóságos hitük volt, nem vakmerő hitük volt, hanem megalapozott hitük volt, tehát követték az Isten beszédét, ebből ismerték az Istent, tudták az Istennek a gondolkodásmódját, és ez szerint szolgálták őt, ezért Isten olyan szintre emelte őket a életben való járásban, hogy nem a körülmények határozták meg az ő életüket és az ő cselekedeteiknek a motivációját, hanem Isten volt az, aki a környezetet alakította ő hozzájuk. Tehát a szellemben való járásnak van egy ilyen szintje, amikor az ember annyira elkötelezettjévé válik Isten beszédének, hogy érti is, amit olvas, és maga Isten tett kijelentéseket belőle számára, kézzelfogható magyarázatokkal, bizonyságokkal megerősítve azokat, hogy az ember nem vakvágányi mozog, és ebben járva, ebben élve az ember az Istennek egy olyan jó kedvét váltja ki az Istentől, hogy az ember élvezni tudja minden napon az Isten védelmét. Tehát nézzétek meg, hányszor elkapták Pált, megverték, megköveszték, megvesztőzték, hányszor börtönbe volt, a hajó elsüllyedt alatta. Minden egyes alkalommal Isten kihozta benne, bármilyen nyomorúságban vett részt. És itt a szó a nyomorúság, nézzétek meg, hogy milyen nyomorúságos volt Pálnak az élete. Rengeteg időt töltött börtönbe, láncra verve, rabként, a börtönőrök jobb és bal oldalt hozzá voltak láncolva, mint egy veszedelmes bűnöző lett volna, holott annyi volt csak a bűne, hogy az igazságról beszélt, hogy az emberek forduljanak az Isten felé. Még a legkomolyabb Barabást láncolták úgy le, mint Pál apostolt. Lehet, hogy megvakult a sötétségben, annyi időt a sötét börtönbe tartották őt fogva, valamilyen betegsége volt, nem tudom pontosan mi. Hát lehet látni, hogy az apostolok közül is Pál apostol volt a legkimagaslóbb, mivel hogy az élete során is megtett mindent ahhoz, hogy olyan ismerethez jusson az Istennel kapcsolatosan, amely miatt nem tudta az ördög becsapni őt, és hamis teológiákkal nem tudta megvezetni. És ez miatt, hogy a nagyon nagy táglátókörű személy volt Pál apostol, több nyelven beszélő személy volt, többféle képesítése volt, amiből esetleg fizetéshez, keresethez juthatott, nem hagyatkozott senkinek sem az adományára és a könyörre adományára, hanem ő mindenkor apostolként, az Isten küldötteként maga gondoskodott a mindennapi betevő falatjáról, és nem kellett az ő számára tizedet fizetnie senkinek sem. Tehát ő egy tanult ember volt, sokféle képességgel, sátort tudott építeni, asztalos munkákhoz értett. Tehát az ő számára nem jelentett különösebb veszedelmet a legnagyobb nyomorúságban való élésen, mivel hogy Isten az ő képességeit, tehát emberileg szerzett képességeit annyira fel tudta használni ő benne, és ezt Pál apostol áldozatként oda is adta az Isten munkájára teljes meggyőződéssel, hogy Isten olyan szellemi síkon tudta használni Pál apostolt, hogy bármi volt is, bármilyen veszedelem és katasztrófa, akár a legmélyebb börtönből is Pált és Sillást nézzétek meg, leestek a bilincsek, kinyíltak a börtönajtók, a börtönőr, a Filippi-beli börtönőr öngyilkos akart lenni, tehát láthatjátok azt, hogy miken ment keresztül Pál, és Isten mindenkor megtartotta, mindaddig, amíg be nem végezte az Istentől elrendelt feladatát. Tehát mi is, ha ilyen megalapozott hittel, tehát nem egy vak hittel, egy ilyen fanatikus hittel, ami nincs meggyőződve az Isten felől, nem tudja azt, hogy ki valójában az Isten, milyen eszközöket használ az Isten, hogyan kommunikál, milyen úton lehet az Istenhez eljutni,
mik azok az eszközök, amit ő elvár, hogy beteljesítsünk. Tehát ha valaki így éli meg a hívő életét, az egy megalapozatlan hit, az egy tulajdonképpen a bolond házépítőhöz lehet hasonlítani, hogy ahogy ő jónak látta, ledobta a földre az építőanyagokat, abból összehozott egyet, mint a kismalacok a mesében, összehozott egy házat, aztán mikor jött a farkas, berúgta az ajtót, az egész ház összeborult. Tehát Pál apostol nem ilyen személy volt, és az apostolok némelyike, de ugyanakkor nézzétek meg, hogy az apostolok között többen is voltak olyanok, akik csak egy specifikus dologra tudta őket az Isten felhasználni, mivel hogy az Isten iskolájában nem jutottak messzebbre az Isten által való képzésben, ezért idézőjelben hamarabb ki is dőltek az úton, tehát Pál és Péter volt, de mindenekelőtt Pál volt az, aki a nagy széles látókörűsége, rugalmassága, Istenhez való hűsége és szorgalma, állandóan az Isten felől információknak a kutatása, tehát ezt töltötte ki a személyes életét Pálnak, miután megtért a Damaszkuszi úton Istenhez. Hát ettől kezdve ő teljes erőbedobással az Isten kereste az értelmében is és a szellemében is. Tehát amikor Pál csinált valamit, soha nem tudatlanságból cselekedte, amit cselekedett. A Pál azt mondja az írásban önmagáról, hogy én nem az vagyok, aki mintha levegőt vagdosna a karddal, hanem én egész pontosan tudom, hogy mit kell tennem. Tehát ezért volt az, hogy olyan szellemi szintre jutott az Istennel való közösségben, hogy az Isten álmokban, látomásokban, angyalok jelenése által tudott már vele kommunikálni, és emiatt Pál lépésről lépésre, óráról órára, napról napra tudta egész pontosan, hogy mi a végrehajthandó terv. Tehát majdnem megütötte Jézus Krisztusnak, az Isten fiának a szintjét, amiben Isten fia járt. És ugyanez jellemző a mi életünkre is. Hogyha hajlandóak vagyunk az írás kutatni a végsőkig, ameddig csak az életünk engedi, és tüzetesen utána nézünk ezeknek az információknak, és összevetjük ezeket az információkat az eredeti íratokkal, rászánjuk az időt, és meggyőződünk arról, hogy amiben hiszünk, az valójában az írás úgy mondja eredetileg, és nem egy fordítási hibákkal és csalásokkal teletömött ideológiában hiszünk, mint az előleragadtatás és a nyomorúságtól való megmenekülés, megmenekülni akarás teológiája, nem az utolsó napokban való meggazdagodás, megtollasodás, prosperitás elméletében. Ha megismeritek az Istent, rá fogtok jönni, hogy mindez garbics, mindez szemét, semmi, nem állja meg a helyét. Abban a pillanatban, amikor be fog következni a nagy nyomorúság ideje, ezek a teológiák, ezek az elméletek össze fognak ömlani kártyavárként. Tehát tulajdonképpen ez a fajta viselkedés jelenti számunkra azt, amiről által meggyőződhetünk, hogy ez egy megalapozott hit, aminek az alapja maga Isten és az ő fiának a személye, és az ő általa kimondott beszédeknek a követése az alap. Ezek után pedig az ezt követő cselekedetek, az építő anyagok, amit az alapra fölépítve, azt mondja az írás, hogy szellemi házán növekedjetek, tehát a jó cselekedeteink azok, amik építőanyagként szolgálnak, ugyanis a hitből való jó cselekedeteket Isten az ő országában meg fogja jutalmazni. Tehát lehet látni azt, hogy egyrészt az ember már azonnal tulajdonképpen megnyerte magának az Istennek a jó kedvét azzal, hogy Istenben kezd bízni az ember. De úgy, hogy megtudja, hogy ki ez az Isten pontosan. Tehát nem egy ismeretlen Isten, egy homályt, egy ködöt imád az ember, hanem egészen pontosan tudja, hogy az az Isten mit szeret, mit nem szeret, mit akar és mit nem akar. Hogyan gondolkodik az Isten, és ez miatt végrehajtott jó cselekedeteket pedig még az Isten az országában meg is jutalmazza. Tehát nem csak az örök élet, hanem még ez mellett a cselekedetek, az Istenbe vetett hitnek ezáltal végrehajtott cselekedetei azok, ami megjutalmazást fog nyerni az Isten országába. A vak hit pedig a kevésségből, restségből és felfúvalkodásból, kivagyiságból, képzeletből követett teológiák,
a követése, meggyőződés nélkül elfogadása és abban való élés tulajdonképpen bűn, mert együgyűségből fakad. Tehát az írásban meg van írva, hogy az együgyűség is a test cselekedetei közé és a bűnök közé tartoznak. Tehát ha valaki együgyű, egyoldalúan látja az írást, nem nézi meg több oldalról, ahonnét Isten esetleg motiválja az embert, és a legelső jött-ment szabadkönyves prédikátor dumáját elfogadva ráteszi, ráalapozza az egész életét, és amikor jön a nagy nyomorúság, rá fog jönni, hogy elvesztegetett több évtizedet ezekben a lélekvesztőkben, és amikor jön a nagy megpróbáltatás, legelső pillanatban össze fog dőlni az embernek a hite, vagy fejveszve rohan vissza a világba, könyörög az Antikrisztusnak, adjon neki egy jelet, egy bélyeget, amivel élni tud, vásárolni tud majd az elkövetkezendő antikrisztusi birodalomban, vagy egész egyszerűen a menekülése érdekében föl fogja jelenteni mindazokat, akik a környezetében tudja róluk, hogy valódi igazi keresztények, vagy valami hasonló kirívó dolog. Tehát azonnal hitetlenné válnak ezek a személyek. Azért, mert együgyűségből született az ő képzeletbeli hitük, amely nem ugyanaz, mint a valóságos Istenben való megalapozott és kikutatott információk alapján való értelemre jutás, ami meggyőződéshez vezet. Tehát nem csak egy ilyen ködös hitre, hanem az ember már tudja is, tehát tudata van arról, hogy amiben hisz, az megerősödik az élete napjain, van, hogy ez Istentől való, és Istentől való vezetés követi. Tehát semmiképpen nem tanácsolom, hogy kevésségből van egy személy, aki megrögzötten azzal ostoroz, hogy hitetlen vagyok, mert előkészületeket látok jónak tenni ahhoz, hogy egy különösen drasztikusan nehéz időszakban az első heteket ne azzal kelljen kezdeni, hogy hova menjek, melyik kukából guberáljam elő, vagy melyik halott ember testéről szedjem le a ruhát, hanem előkészületeket próbálok tenni a tőlem tehető eszközök által, hogy az embernek ruha legyen félretéve, vagy hosszan tárolható élelmiszer, ami segíthet egy nyomorúságos időszaknak az első heteiben a felkészülésre, hogy az ember ne egyből szemétből guberáljon ennivalót, hanem legyen egy elrejtett ennivaló készlete neki néhány hétre, és ezzel tulajdonképpen meghosszabbítja a lehetőséget, hogy eközben még mással tud foglalkozni az ember, ami Isten munkájára fordítható hasznos idő lesz, és nem egy elvesztegetett megrémült pókként rohanás a falon. Hát ez a személy ezzel ostoroz állandóan, és azzal vádol, hogy hitetlen vagyok, de ugyanakkor az, amiben ő hisz, azzal kapcsolatban semmit sem tesz, semmiféle lépéseket sem tesz abban az irányban, amit az ő elképzelése képvisel, és ezért úgy vagyok vele, hogy ez az illető ez csak beszél a dolgokról, de ő maga sem hisz abban, amiről beszél. Tehát mi értelme van ennek a fajta hitnek? És tulajdonképpen nem sokára bekövetkező időszak fogja bebizonyítani mindenki számára, hogy a hite megalapozott volt, és helyén való igazi hit volt, az igazi Istenbe gyökerezett, igazi Isten általi eszközökkel végrehajtott hit volt, vagy pusztán csak egy elképzelés volt, egy illúzió volt, amiről azt hitte az ember, hogy ez az Istenben való hit. De tulajdonképpen amikor a katasztrófa fog bekövetkezni, ami az előző esetben is ugyanaz volt, ebben az esetben ez a fajta hit ez össze fog omlani, és súlyos kárt fog vallani az a személy, aki azt a hitet képviselte, vagy követte. Semmiképpen nem javaslom, hogy nagy mellénnyel
felfúvalkodottan és vakon azt higgyétek, hogy az a világ, ami következik, ami előttünk áll a nagy nyomorúság ideje, felfújt mellel és másoknak a lenézésével egybekötve elhitetitek magatokat, hogy ti követitek az igazi életmentő teológiát. Ehelyett azt javaslom, hogy nagyon nézzetek utána, hogy miben hisztek, milyen teológiákat követtek, mert amikor beköszönt az a pillanat, és rá fogtok jönni, hogy óriási tévedtetek, nem lesz többé időtök arra, hogy megpróbáljatok lépéseket tenni a mentsük, ami menthető címszóval valamiféle segítséget nyújtani magatok számára. Tehát az már végképp elkésett időszak lesz. A másik pedig nem javaslom, hogy elfogadjatok mindenféle jöttment szabadkönyvesnek a teológiáját, bármivel kapcsolatosan is. Ha bármit hallotok bárhol, bárki által, hittel, vallással és Istennel kapcsolatosan felmerülve, akkor vegyétek elő a bibliai lexikális tudásatokat, és próbáljátok felsorakoztatni minimum 2 vagy 3 bibliai verset az mellett vagy az ellen a felfogás vagy elképzelés mellett vagy ellen, és hogyha 2-3 igeverssel megerősíthető az az állítás, és harmóniában van egymással, akkor ezt elfogadhatjátok, és azt követhetitek azt az információt, beépíthetitek az életetekbe. Ha viszont nem, akkor teljesen mindegy, hogy ki állítja azt, ha maga a római pápa, vagy a legkarizmatikusabb pünkösdi szabadkönyves teológus állítja azt, azonnal vessétek el, mivel az életetekről van szó.